A gyermekeim imádják a fasírtot. És mit szépítsünk? Én is. Mivel a Tomán diet célja, hogy lehetőleg ne kelljen lemondani semmiről, és ne érezzük végtelenül unalmasnak a fogyókúrát, igyekeztünk olyan egészséges alternatívát találni a fasírtra, ami kevésbé zsíros, de ízben nem hagy maga után kívánnivalót. A zöldségfasírtok egyre népszerűbbek, talán a babból készült a leggyakoribb. Ebben a műsorban szeretnék nektek minél változatosabb recepteket hozni, ezért ma inkább egy céklafasírt receptet hoztam nektek. Lássunk is hozzá! A céklával kezdem, ennek kell a legtöbb idő. A megtisztított, apróra vágott céklát sütőben 170 fokon nagyjából 40 perc alatt puhára sütöm. Az édes köményt apró kockákra vágom. Közben megsült a cékla, ezt botmixerrel összeturmixolom. A céklapüréhez hozzáadok másfél deci vizet, a gabonafasírport és a felaprított édes köményt, a grill fűszerkeveréket. Ezt jól összekeverem, és 10-15 percig hagyom állni, amíg összeérnek az ízek. Így legalább van időm elkészíteni a salátát. Egy nagyobb tálba öntöm a spenótleveleket, meglocsolom pár csepp almaecettel, és beleteszem a biócsírát is. Most újra elővehetem a céklás masszát. Kannállal, sütőpapírra kis gombócokat szedek, amiket előmelegített sütőben 170 fokon nagyjából 20 perc alatt készre sütök. A tojásokat a legvégén készítem el. A forrásban lévő ecetes, sós vízbe ütöm a tojásokat, és 3 perc főzés után szűrő kanállal óvatosan kiveszem őket, nehogy szétfolyjon a sárgájuk. Tányérra szedem a bébispenót salátát, jöhet mellé néhány fasírt, majd a fasírtok tetejére halmozom a lágy tojásokat. Ez a recept tökéletes arra, hogy több zöldséget csempészünk a gyerekek tányérjára. Ráadásul rostban gazdag, miközben hús, tejfehérje és laktózmentes. Próbáljátok ki ti is!